A Fidesz arra szólította fel a baloldalt, hogy hagyja abba a magyarok sértegetését. Tegnap került elő ugyanis egy felvétel, amelyen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje, sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította a rezsicsökkentés támogatóit. Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója most azt mondta, úgy tűnik, hogy amikor Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy ha valaki sokalja a rezsijárát, fogyasszon kevesebbet, az csak a jéghegy csúcsa volt. Hogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát. Sötétben tartanak és tárgyában táplálnak. A rezsicsökkentés támogatóiról mondta ezt egy lakossági fórumán a baloldal miniszterelnök jelöltje. Márki-Zay Péter már korábban is támadta a rezsicsökkentés intézményét. Ezen a rendezvényen azonban már egy az Egyesült Államokban használt szófordulattal a rezsicsökkentés helyeslőit minősítette. Ez olyan, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk és tárgyával letetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát. Sötétben tartanak és tárgyában táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migrációval és a többivel lehet választást nyerni. Dömötör Csaba államtitkár pénteken a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy mi a véleménye Márki-Zay Péternek a rezsicsökkentésről. Sötétben tartott trágyával etetett gombák. Ezt gondolja a baloldal miniszterelnök jelöltje azokról, akik alacsonyan tartanák az energiaárakat és ellenzik a migrációt, írta Dömötör Csaba. Úgy fogalmazott, ezek szerint a patkányozás és a lámbavasozás után még mindig tudnak súlyosabbat mondani, csak lefelé. Márki-Zay Péter korábban például népbutításnak nevezte az energiaárak kordában tartását. Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás. Szerinte inkább az lenne a megoldás, ha mindenből kevesebbet használnánk. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Márki-Zay Péter nem csak a gáz és az áramárának alacsonyan tartását támadja, hanem a kormány azon intézkedése sem tetszett neki, amivel a 95-ös benzin és a gázolajárát 480 forinton maximálta. Szerinte a megoldás az, ha kisebb autókba ülnek azok, akik túl drágának tartják az üzemanyagot. Azt láttam, hogy azok a kollégáim, akik előtte nagy benzinzabáló SUV-kkal jártak dolgozni, és 50-60 mérföldekről is, három kollega ugyanarról a városból 50-60 kilométerre három autóval jártak. Hirtelen a főnököm vett egy hibrid autót, a három kollega egymás között beosztották és felváltva hordták egymást egy autóban. Addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, Márki-Zay Péter pénteken előkerült a rezsicsökkentés támogatóinak címzett nyilatkozatáról, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, a baloldal fejezze be a magyar emberek sértegetését. Nemrég trágyával etetett, sötétben tartott gombának nevezett mindenkit, aki támogatja a rezsicsökkentést és ellenzi a bevándorlást. Mi úgy gondoljuk, hogy senki nem beszélhet így a magyarok 80%-áról. Jó lenne, hogyha a baloldal befejezné végre a magyar emberek sértegetését, még akkor is, hogyha ennek nagy hagyománya van a baloldalon. Hollik István úgy fogalmazott, úgy tűnik, hogy amikor a baloldal miniszterelnök jelöltje arról beszélt, hogy ha valaki sokalja a rezsijárát, fogyasszon kevesebbet, az csak a jéghegy csúcsa volt.